Sziasztok! Rendek Viktória Beáta vagyok, 24 éves, és én vagyok az a szerencsés, aki holnap az új órával kelhet fel a doktor új jóvoltából. Mindenféleképpen szerettem volna megműtetni az orromat, és azért a doktor úrra esett a választásom, mert nagyon szimpatikus volt, hogy emblokál az emberekhez, és nagyon gyönyörűnek találom a munkáit. Itt van kedves Viktória, egy ismételt szociális alapú orrplasztikánk, és neki fogunk csinálni egy új műtétet. Egyrészt azt szerettem volna megmutatni a műtét előtt, hogy mit fogunk csinálni az orrával esztétikailag. Az fog történni, hogy levesszük ezt a pupot belőle, és nyilván van egy nagyfokú lógása, tehát mindenképp meg kell emeljük az orrcsúcsát, és levesszük az orrhártyán ezt a pupot, és az egészből is kisebbet csinálunk, tehát az arcához közelebb fog kerülni. Ami ebben újdonság lesz, hogy van egy újfajta orrplasztika, úgy hívjuk, hogy preservation, orrplasztika vagy szövetkímélő, preservation rhinoplasty, szövetkímélő műtét, aminek a lényege részben az, hogy az orrhátat is megkíméljük attól, hogy nem levágjuk az egészet, hanem megtartjuk, alatta csinálunk helyet, és az arc síkjához közelebb nyomjuk. Nála is ez fog történni, és a műtétnek a többi részén is sokkal kíméletesebben bánunk a szövetekkel, még annál is kíméletesebben, mint hogy eddig bántunk vele, tehát ez fog nála történni. Egy preservation rhinoplasty push down vagy let down műtéttel, és úgy fogjuk elérni az orrot. Milyen orrot szeretnél már, mint hogy ívében egyeneset, vagy legyen benne pici ív, vagy van erről elképzelés? Pici ívet lehet pici ívet szeretnél benne. Aha. Az ív az egy elég kérdéses dolog, mostanában megint újra divat, nem mindenkinek jó, azért elég magas vagy és elég karakteres arcad van, úgyhogy amit én mondok, az egy inkább egy icipici ív, mert ha túlzásba visszük, akkor viszont kontrasztus lesz az arcoddal, meg a testalkatoddal, meg minden együtt, úgyhogy egy nagyon pici ívet lehet, attól talán finomodni fog az egész. A műtőben is fogunk felvételeket felvenni, úgyhogy ezeket majd látjátok a műtét alatt is, hogy ez hogy történik. Egy pár dolgot szeretnék mutatni, meg mondani erről az újfajta orrplasztikáról. Nyilván ezt lehet nagyon egyszerű eszközökkel is, de van egy csomó olyan segítségünk a modern orrplasztikában, ami könnyebbé és precízebbé teszik ezt a műtétet. Az egyik ilyen ez a piezo, elektromos vágó. Ez úgy működik, hogy 50 Hz-szer rezeg, és a látszöveteket nem bántja, csak a csontot vágja el. A másik egy oszcillációs fűrész. Ez szintén rezgéssel dolgozik. És van még egy, ez egy speciális dolog szintén, orrlégzésnél mindenki a alsó orrkajdó helyett az orrsövényről beszél, hogy azzal vannak problémák, de alapvetően az alsó orrkajdó, ami sokkal jobban befolyásolja az orrlégzést, és ennek a legmodernebb műtéte, ahogy az alsó orrkajdót kisebbítjük, úgyhogy a nyálka hártyájába beszúrunk egy ilyen két elektródát, és hogy húzzuk kifele, ez összehúzza a szövetet és kisebbíti az alsó orrkajdót, ami szintén elengedhetetlen a modern orrplasztikában. Eljött Viktória életében is a nagy nap, 7 napos a műtétet követően, és most levesz fogjuk venni a gipszét. Izgulsz nagyon? Nagyon. Viktorának levettünk mindent az óráról, kivettük a varatait, levettük a papírragasztót róla, picit megtisztogattam a bőrét, nyilván ilyenkor annyit lehet látni, hogy hámlik, de szinte nulla bevézése van. Ez a legújabb technikáknak az előnye, amikor nagyon vigyázunk a szövetekre, hogy egy helyesen is úgy néz ki, mint ahogy fog. Nagyon picit be van duzzadva a szemből, de egyébként teljesen tökéletes az orra. Reméljük neked is fog tetszeni, és akkor most nyugodtan menj a tükörhöz és nézd meg életed először az új orrodat, az új arcodat. I'm a sinking ship that's burning, so let go of my hand. Well, how can I give you all of me when I'm only half a man? Nagyon örültem, amikor megláttam az új orromat, finomított a vonásaimon, és konkrétan ez volt életem egyik legszebb napja. Nagyon hálás vagyok a doktor úrnak, hogy ezt lehetővé tette nekem. Az ő nagy lelkűsége nélkül ezt soha nem valósíthattam volna meg.
heart.